Kedves nézőink, folytatódik Sportötlet című műsorunk, melyben egy-egy beszélgetés alkalmával olyan egykori profi sportolókat, vagy akár edzőket mutatunk be, akik elért kiemelkedő eredményeikkel nem csak saját maguknak szereztek dicsőséget, hanem ezzel bizony Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét is tovább öregbítették. Ahogyan egy héttel ezelőtt ígértem, folytatjuk a beszélgetést előző heti beszélgetőtársammal. Lássuk, elevenítsük fel, hogy ki ő. Vajda Tamás, úszó mesteredző, egyetemi docens. Az Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai ezüstérmes Szabó Tünde edzője. A többszörös ifjúsági Európa-bajnoki érmes Pécsi Anett trénere. Kovács Rita Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes hosszútávú úszó edzője. Az olimpiai aranyérmes Risztov Éva felkészítője 2010-ben és 2011-ben. 2019-től a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágának szakmai tanácsadója. A Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének docense, mestertanára. Edzői és tudományos munkáját 1992-ben Kemény Ferenc díjjal ismerték el, 1994-ben mesteredzővé választották, 2020-ban Nyíregyházán Kovács József díjban részesítették. És akkor egy éles váltás következett be, ugyebár a rövid távú úszást felváltotta a hosszú távú úszást, és itt jött képbe Kovács Rita. Mekkora kihívás volt ez, illetve mit jelentett ez az út a sikerekig? Igen, tudni kell, hogy Rita nagyon eredményes úszó volt a medencébe a hosszú távokon, főleg 800 méter gyorsan, ifjúsági Európa-bajnokságon is érmes volt, és de utána valahogy nem sikerült a felnőtt mezőnybe ugyanezt megismételni, és nagyon jó kapcsolatom volt a szakosztály többi versenyzőjével is, és sokat beszélgettem vele. Ugye akkor jött Csabai Judit, a 800 méteres gyorsúszásban Európa bajnoki bronzérmével, és ugye kereste a helyét, hogy hogyan lehetne még neki eredményesen folytatni az úszást, és én akkor azt tanácsoltam, akkor kezdődött ez a hosszú távúszás újra virágkorát élni, hogy én a helyébe megpróbálnám, mivel nagy munkabírású volt mindig, a legnagyobb tehetsége az a szorgalmába volt, és akkor ugye ezt javasoltam, és átgondolva ezt ő nagyon célszerűnek is látta. Jól döntöttem, mert Ritával az első nagy megmérettetésünk az 94-es római világbajnokság volt, ahol rögtön egy ezüstéremmel kopogtatott be, óriási örömünkre, és innentől kezdve ugyanaz a versenyzői megnyílás, motiváltság volt tapasztalható nála is, hogy akkor ebbe megmutathatja ő is a képességeit, és onnantól kezdve nagyon hosszú idejön keresztül a világ egyik legeredményesebb hosszú távúszó nője volt. És itt néhány évre megszakadt a kapcsolat, de 2005-ben ez újraindult. Ugye ő már akkor túl volt egy gyermekvállaláson, tehát végül is csodaszámba ment az a visszatérés, mert igencsak jól sikerült. Igen, hát akkor már ugye mondtam, világbajnoki ezüstérem, később két Európa-bajnoki aranyérem, bronzérem, számtalan világkupa győzelem, Európa-kupa győzelem, és jött a családalapítás, majd egy pár év múlva megint csak egy nagy beszélgetésre került sor, ahol ő kérdezte, hogy látok-e reális esélyt arra, hogy ő újra bekapcsolódjon ebbe, hisz olimpiai szám lett a nyílt vízi úszás. Hát mondtam, hogy nyilván minden versenyzőnek egy olimpia az egy mérföldkő az életébe. Hát próbáljuk meg, de elmondtam, hogy szakmailag milyen váltásokra lesz szükség. Azt mondta, hogy semmi probléma. Megbeszéltük, hogy akkor igen, milyen Európa-kupa, világkupa versenyekkel fogunk visszatérni, edzéseket hogy fogjuk összehangolni, és nyilván a családi gyerek elfoglaltsága, meg az én munkakörömmel, ugye az egyetemi elfoglaltságommal, és elindult egy nagyon komoly munka, aminek az lett a következménye, hogy az egyiptomi világkupát megnyerte, ekkor már beszélünk, hogy 36-37 éves volt, és utána Magyarországon volt az Európa bajnokság, ez megint egy nagy kihívás volt, és egy plusz motiváció,
és az is fantasztikusan sikerült. Második lett, de hát nyilván csalódottság nem volt bennünk természetesen, és így ringbe szállhattunk az olimpiai részvételért, ami nagyon-nagyon jól sikerült az első kvalifikációs versenyeken. A legnagyobb probléma az volt, hogy Pekingben volt az előolimpiai kvalifikációs verseny. És hát ott a szervezők hülye módon olyan pályát választottak, ahol egyébként evezős versenyeket rendeztek majd később az olimpián, akarták tesztelni a nyílt vízi úszókkal. Olyan hideg volt a vize, akkor még nem volt a szabályban benne az, hogy lehet neoprént használni, ha nagyon hideg a víz, hogy ő a vékony testalkata miatt nagyon hamar átfázott. Ezt már tapasztaltuk régebbi világkupákon is, Kanadában is, úgyhogy az nem feküdt neki, azokon tudott szerepelni jól, azokon a versenyeken, ahol jó, kellemes hőmérsékletű volt a víz. És hát a háromnegyed részéig vezetett, illetve az élmezőnyben volt a versenyen, és egyszer csak az utolsó körnél látom, hogy lemaradva érkezik a frissítő állomáshoz, és kérdeztem, hogy mi van, de nagyon nem kellett, mert láttam, hogy kékzöld lila a szája, remeg, és hát mondta, hogy már nagyon fázik, alig tudja emelgetni a karjait. Kérdeztem, látsz esélyt arra, hogy meg tudjál újulni az utolsó körben, mondta, hogy örül, ha célba ér, akkor mondtam neki, hogy jó, akkor a egészséget nem veszélyeztetjük, úgyhogy kértem a egészségügyi stábot, hogy segítsen és vegyék ki és vigyék meleg helyre. Jól tettem, mert a verseny végén nagyon sok lányt kórházba kellett vinni, annyira kifagyott a vízből, sajnos így maga az olimpiai részvétel meg elúszott, de én úgy gondolom, hogy így is egy fantasztikus karrier tudhat ő is maga mögött. 2006-ban pedig egy új feladatkör találta meg Debrecenben. Hogyan jött ez a felkérés, illetve mekkora kihívás volt ezt végigvinni? Egy volt NVSC-s kollégám, Debrecenben volt az akkori sportvezető, és ő hívott már többször is, hogy menjek, segítsek. Először ugye egy nagy álom létrejöttében, debreceni szuper 50 méteres fedett uszodának a megépítésének a szakmai projektvezetőségében, a másik pedig az ottani úszó szakosztálynak a felkarolásával, illetve egy magasabb szintre emelésével. És akkor ezt elvállaltam, ezt a feladatot, egyszer csak csörög a telefon, az akkori főtitkár Ruza József hívott, hogy lenne itt egy nagy feladat. Hú, hát nem is tudtam, hogy mire gondoljak. És akkor mondta el ezt az elképzelését, hogy itt van mellett a Komjádi úszodába Risztó Éva, hogy nem szeretne már visszatérni a medencés úszásba, ugye akkor kihagyott már 5-6 évet körülbelül, viszont megemlítette neki főtitkár úr, hogy mit szólna hozzá, hogyha úgy, mint Kovács Rita a nyílt vízi úszásba átmenne, és azt kipróbálná velem. Annyira motiváltnak láttam Évát, annyira nem akar bele nyugodni abba, hogy ő olimpiai bajnoki címet nem nyert, amire feltette az előző időszakát és életét. Bevallom őszintén, nyilván nekem is hiányzott, mert minden érmem megvolt már, amit csak lehet, csak ugye az aranyérem nem volt, hogy hát ha két ilyen ember összeáll, akkor annak már csak jó vége lehet. És így került ő Debrecenbe, leköltözött, felvállalta azt is, én pedig, hogy minden nap reggel délután átjárok, közben itt napközben tanítgatok, úgyhogy így kezdődött el a Évával való munka. Nagyon rövid időn belül nagyon jó eredményeket kezdtünk elérni, Európa kupa győzelmek, világkupa második helyezett, Európa bajnokságon már a 1-8-ba volt benne, úgyhogy világbajnokságra olyan fantasztikus formába utaztunk ki Shanghaiba, és ott elmondása szerint igazságtalan módon kizárták, mert addig, amíg nem zárták ki, addig ott volt szintén az élmezőnybe úszott, és nagyon-nagyon jó időket úszott az edzéseken is. Medencébe kiharcoltuk a világbajnoki résztvételt is. Országos csúcsot úsztunk 1500 méter gyorsan, tehát fantasztikus formába volt, és hát akkor elég szerencsétlen dolgok játszottak abba közre, hogy ez akkor 2011 végén megszakadt ez a munka,
de én azt gondolom, hogy a rákövetkező 6-7 hónapban igazából sikerült átmenteni azt a hosszú, több mint 3 éves munkát, amit mi véghez vittünk, és borzasztóan boldog voltam még így is, hogy sikerült a álmának a teljesítése. Abban a tudatban erősített meg minden szakmai kollega, illetve vezető, hogy ugye ennek a 90-95% az nyilván a mi közös munkánknak az eredménye, úgyhogy alapvetően mindenhol így lett elkönyvelve. Ezt követően pedig Törökországban vállalt munkát, és hát a török úszósportról azért nem lehet úgy beszélni, mint a magyar úszósportról. Mit sikerült ott felépíteni? Nyilvánvaló, ebbe sok dolog jött össze, nem csak egy motívum. Alapvetően készültem többször érdekes módon, érdekelt mindig a kihívás, hogy külföldön is bizonyítson az ember. Kimentem megnézni az egyesületet, ahová hívtak, az pedig egy fantasztikus infrastruktúrális feltételekkel rendelkező klub volt. Volt egy 50 méteres, 8 pályás medence keresztbe, egy ilyen 25 méteres medence, mint ahogy most az egyetem uszodájában beszélgetünk, és 10-15 méterrel lejjebb pedig volt egy fedett 33x25 méteres medence, és természetesen minden más konditeremtől kezdve. Volt egy nagyon nagy tehetségük, egy ifjúsági Európa-bajnokságot nyert 1500-as gyorsúszó fiú, aki ezután kiment Amerikába tanulni is, meg edzeni is. De érdekes módon neki ott abszolút nem jöttek az eredmények, és mikor meghalott a család, hogy én ide kerültem, akkor abban a pillanatban hazahozták. Dolgoztunk együtt körülbelül egy 4 hónapot, és a országos bajnokságon országos csúcsot úszott 1500 méter gyorsúszásba. Na, innentől kezdve elkezdődött a többi úszónak is ugyanúgy a motivációja. Az a szeretet, meg az a elismerés, amit ott kaptam és éreztem a kinti török másik klubok kollégáitól is, de a mi szakosztályunk kollégáitól is, a 13 edzőnek voltam a vezetője, és a klubvezetéstől, az meg nekem tett jót nagyon a lelki állapotomnak, úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy egy nagyon, nagyon eredményes és egy nagyon kellemes időszak volt, amit kint eltöltöttem. 2019. októberétől pedig a Nyíregyházi Sportcentrumnál tevékenykedik, részben az utánpótlás képzésben, részben az edzőképzésben. Mi a hosszú távú cél az egyesületnél? Nagyon örültem ennek a feladatnak, bár természetesen nyitott lettem volna arra is, hogyha gyakorlati szakmai munka talál meg, illetve hogy nyitott vagyok a továbbiakban is. Úgyhogy ez a munka elkezdődött, tetszett is. Találtam 2 nagyon ügyes lányt, aki már lejárt a sportcentrum utánpótlás csoportjaihoz, illetve a tanfolyamokba, ahol kiválasztjuk az ügyes gyerekeket. Most nyilván ez a pandémia időszaka alatt, a tavasszal ez megszakadt, de én nagyon bízom benne, hogy vissza fogunk erre térni, és tényleg az lenne a feladat, hogy olyan stabil edzőgeneráció legyen itt a nyíregyházi úszásban, akik szakmailag annyira felkészültek, hogy ezt a nagyon magas mércére állított úszás hagyományokat, ami Nyíregyházán kollégáinkkal elértük, ezt a későbbiekben is majd tovább tudják vinni. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba, melyet a YouTube-on vagy akár weboldalunkon is visszanézhetnek majd. Legközelebb új adással 1 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, egymásra, és ha lehetőségük van, szálljanak időt sportolásra, viszontlátásra.